Újra országos könyvtári napok lesz Szegeden is. Mivel várja a Somogyi Könyvtár a látogatókat? Sok jó programmal és sok jó kiállítással. A programjaink sokfélék lesznek, jeles író vendégeink, ha egy pár nevet szabad ebből említeni, például Bán Mór, Kukorelli Endre, Lakatos Levente, ők ide érkeznek a Somogyi Könyvtárba, és találkozni lehet velük. De mindenféle klub foglalkozások lesznek, klub alkalmak, az ide szokott kis törzsközönség számára lehet majd mindenféle hasznos dolgot a zöldháztartásokról megtudni, akkor az izgalmas programok közé tartozik az is, hogy ilyen népi kultúrához tartozó tudásról sokat megtudhatunk, mint a temetkezés egykori szokásai a székely magyaroknál, de lesz nálunk koncert, fiatal tehetségek, egy fiatal zeneszerző fog a Somogyi Könyvtár keretei között bemutatkozni, lesz nálunk most ebben a hónapban is színházi közönség találkozó. Ebben az évadban kettőn vagyunk túl, ez lesz a harmadik alkalom. Különleges és izgalmas volt az előző két találkozó is, rendhagyó dolog, mert ettől az évattól Spiró György a Szegedi Nemzeti Színház művészeti tevékenységét támogatja, és ezeken a közönség találkozókon remekül rá lehetett arra pillantani, hogy ez a Kossuth-díjas író milyen módon segíti, támogatja a szegedi színházi stábot, a műhely hogy éli meg ezt a tevékenységét, tehát aki szeret egy kicsit a kulisszák mögé pillantani, feltétlen és jó szívvel ajánljuk a közönség találkozót ebben a hónapban is. Kiállításaink közül például 205 évvel ezelőtt született Somogyi Károly, nyilván mint a Somogyi Könyvtár névadójára megemlékezünk egy emlékkiállítással, de Ale Ildikónak lesz két kiállítása is ebben a hónapban, az egyik egy önálló tárlat, a másik pedig azért különleges, mert Forgóajtó címmel tanár és tanítvány kiállítása következik tőle. Három fiatal tanítványa valamikor bekopogtatott hozzá, szinte még kicsi gyerekként, és mostanra már szányra kelnek. Ezek a szánypróbálgatások a mesterrel együtt itt mutatkoznak meg a Somogyi Könyvtár első emeletén. Nem csak itt a központi könyvtárban, hanem a fiók könyvtárokban is lesznek programok. Ott mire számíthatunk? Hát ott is sok különleges vendégre. Például a Csillagtéri Fiók Könyvtárnak vendége lesz Séfer Erzsébet. Őt sokan ismerik a Nők Lapja hasábjairól, oldalairól, de a könyveiről is sokan ismerik. Szegedi szerzőkkel találkozhatnak itt például Simai Mihállyal, Bátyi Zoltánnal, Bene Zoltánnal, tehát sok író vendég oda is betér. De például a Szegedi Tudományegyetem tudástára is vendégünk lesz. Ők a zöld háztartásokról fognak előadást tartani. Vendégünk lesz az Alsóvárosi Ferences Rendház is. Ők egy múzeumpedagógiai foglalkozással várják a kicsiket. Arról az időkről, amikor ide települt a Ferences Rend, a gyógynövényekkel hogyan kezdtek el foglalkozni, és hogyan épültek be az akkori városi életbe. Ez is a kicsik számára úgy gondolom, hogy egy különleges élményt adhat. De ha még már a kicsiknél tartunk, akkor mindenképpen mondanám, hogy lesz egy koncert is, a Mosolyra Hangolók zenekart várjuk, ők a versek születéséről fognak egy csengő-bongó rímes műsort adni a legkisebbeknek és a szüleiknek. Ha már a kicsikről említést tettünk, akkor a kicsit nagyobbakra, a középiskolásokra is gondoltak, hiszen most újra indul egy tavaly már igen népszerűre sikeredett program. Így van, az Országos Könyvtári Napok keretében egy olvasás népszerűsítő játék indul, ami gyakorlatilag országos, és ezt a 10 éves korosztályt célozza meg, a középiskolások korosztályát főleg. Nagy könyvtári beavatása cím ennek a játéknak. Kis csoportok, háromfős csoportok regisztrálhatnak, jelentkezhetnek a játékra, nyilván ajánlanak számukra olvasnivalót, az olvasnivaló kapcsán pedig megmutathatják kreativitásukat, például a feladatok között van olyan, amikor borítót kell tervezni, új borítót egy-egy könyvhöz, vagy a műben egy ki nem fejtett szálat neki kell kitalálniuk. Tehát kreatívan, olvasgatva, együttműködve egy picit szeretnénk, hogyha az olvasás felé ők is elmozdulnának. Hol lehet a programokat pontosan megtekinteni, és mikortól indulnak a rendezvények? A rendezvények javarésze jövő héttől indul, tehát október 3-ától. A Somogyi Könyvtár honlapján minden program elérhető, valamint készült egy kis műsorfüzet, ebben válogatás látható a programjainkból, mert összesen több mint 80 programmal hívjuk és várjuk az érdeklődőket.